Üdvözlet mindenkinek, és shalom! Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Jahuának! Üdvözlet mindenkinek, ezúttal folytatni fogjuk a levelet, amit elkezdtünk beszélgetni a múltkor, és eljutottunk akkor, megbeszéltük ezt a Noé-ra vonatkozó étkezési rendelkezéseket, vagy hogy hogyan is változott meg, vagy nem változott meg ezeket a dolgokat, és aztán a következő, lehet, hogy megnézzük, hogy mi is az előzménye ennek. Ugye ezt azt hiszem, hogy kielemeztük, amelyet is lehet, hogy a zsidóknak lett adva a törvény, és a nemzetekből valóknak a lelkiismeret törvénye lett adva. Ez alapján lettek büntetve számunkra. Szóval ezt megbeszéltük. Következő az, hogy erről az jut eszembe, amit Jehova ígért. Ez az a szövetség. Szóval itt tartunk most Jeremiás 31-31-től 33-34. Ezt ő írja, erről az jut eszembe, amit Jehova ígért. Ez az a szövetség, amelyet Izrael népével kötök. Azok után, napok után Tórámat bensőjükbe helyezem és a szívükbe írom. Elohimkő leszek, ők pedig népemé lesznek. Ez Jehova kijelentése. Nem tanítja többé senki a társát, vagy a testvérét, így szóval ismerjétek meg Jehovát, mert mindnyáján ismerni fognak engem a legkisebbtől a legnagyobbig. Ez Jehova kijelentése. Mert megbocsátom végüket, és nem emlékezem többé bűnükre. Megnézzük egy rendes fordításban, hogy ez hogy van. Ez ugye ez a rész. Most ha csak erre koncentrálunk, azt mondja, hogy itt egy új szövetségről beszél. Na nézzük akkor ezt. A szövetség a törvénye legyen ő, tehát az új szövetség egy új törvényt feltételez, mit gondol erről. Aztán persze tegeződtünk. Kedves Roland, az én vagyok. Szóval, na mit gondolunk akkor erről, hogy ez egy új törvényt feltételez? És ez a szövetség a törvény... Oké. Okay. Mindenki látja, hogy miről van szó. Na, szóval... Oké, okay, ki jön? Szóval, ha úgy nézzük, hogy Jeremiás azt ígérte, hogy lesz ez az új szövetség, amiben szerintük már vagyunk, akkor kizárja a szöveg azt, hogy ez így van, mert azt mondja, hogy mindenki ismerni fogja a kicsintől a nagyig, nem ismerjük, mindenki ismerni fogja őt a kicsitől a nagyig, az még nem jött el. Szóval ez alapján még nem lehetünk abban az új szövetségben. Ez az egyik, így van. Ez mellesleg itt található. Ez a 33-34. Szóval nézhetjük ezt is, hogyha valakit érdekel. Ez az a hely. Hanem ez lesz az a szövetség. Szóval valóban lesz egy szövetség, amelyet e napok után Izrael házával kötök, azt mondja, jó. Tórámat az ő belsejükbe helyezem. A kérdés az, hogy hogy lehet erre válaszolni. Mi a válasz erre? Én azt javaslom mindenkinek, hogy arról beszél, hogy itt egy új szövetségről van szó. Az egyik feltételezés az az, hogy itt egy új szövetségről beszél. Ez az egyik. A másik az, hogy a szövetség a törvénye legyen. Ez a második állítás. A harmadik pedig az, hogy tehát az új szövetség egy új törvényt feltételez. Ez a hipotézis, amit ő felállított. A feltételezés, hogy lesz egy új szövetség, új törvény. Szóval nekünk mind a hármat meg kell magyarázni úgy, ahogy ez le van írva. Nem úgy, hogy gondolom, hanem ahogy ez le van írva. Igen? Végéről akartam kezdeni, nem? Onnan akarod? Tehát az új szövetség egy új törvényt feltételez. Ott, abban, amit ő idézett a 33-34-ből, hogyha visszamegyünk oda, ő azt írja, hogy a Tórámat az ő belsejükbe helyezem, tehát az ugyanarról a törvényről, vagy Tóráról beszél, csak ez belehelyezte a szívükbe, tehát nem a kőtáblámmal, hanem ez az embernek a belsejébe, a szívébe. Szóval ugyanarról van szó, nem egy új törvényről. Ezt kell demonstrálni, hogy ez így van. Igen? Na de így kell, hogy legyen, mert aztán a következő versben mondja el, hogy nem tanítja egyik a másikat, mert mindenki ismerni fogja, mert bele lesz írva a szívbe. Ezért nem kell tanítani. Az kétségtelen, igen? És az a kérdés, hogy melyek ezek a napok? Oké, okay, az egy másik kérdés, így van. De amit mondasz,
mint mondhatok ti, vagyis Viktor főleg, hogy a törvény, hogy ez ugyanaz. Ezt kell nekünk demonstrálni, mert ugye ez egy újabb állítás. Az a lényeg, hogy mikor elhangzik egy állítás, azt nekem alá kell támasztani valamilyen versen, ami tőle jön. Világos, én nem beszélhetek csak úgy akármit. Én értem, hogy így van, hogy azt hiszük, hogy így van, de mondok valamit, és aztán nézd, ez azért van, mert itt ezt írja le. Hogy ez el. Szóval hogyan tudom ezt demonstrálni, hogy ez így van, igen? Hát Jeremiás idejében még hírelem volt Jézusnak, hogy eljön és új törvényt hoz meg ilyenek, szóval ő nem gondolhatott egy új törvényre, csak arra, ami kezdettől fogva megvolt. Pontosan ez lenne egy logikai, egy logikus válasz, nem? Hogy ebből az időben még, ha ő azt írja, hogy Tórában, és megkérdezik Jeremiástól, hogy de milyen Tórádat, akkor nem azt, neki nem kell elmagyarázni majd, hogy fú, hát ez közben meg ezek a dolgok kimarad, nem kell rojt, meg ezek majd nem. Azt a szót kellett, hogy a... Jó, nézzük Gergőt, aztán megint. Hát, ha lejjebb tekerünk egy kicsit a 36-os vershez pont itt, akkor azt erősíti meg, hogy ezek a törvények nem fognak eltűnni előle. Pontosan, ha... nem? Ez egy hely, ez a rendelkezés, ami, ez rendelet, amit eldöntött. Szóval ezek a törvények, ráadásul elég durván alátámasztasz, hogy ez nem fog eltűnni, nem? Azt mondja, hogy ha e törvények előlem eltűnnek, azt mondja, hogy Izrael maga is megszakad, hogy soha többé ne legyen nép előttem. De utána azt mondja, hogy ha megmérhetik az egeket ott fenn, és itt alatt kifülkészítik a föld alapjait, én is megutálom Izraelnek minden magvát, mindazokért, amit cselekedtek, ezt mondja Jahú. Szóval? Igen? Hát soha. Hát nem? Illetve hát, hogy persze. Ilyen soha nem lesz, hogy... Így van, mi nem tudjuk ezt meg. Ne tudjuk mérni az anyát, hogy kifülkészítik. Így igaz. És akkor, szóval azt mondja, hogy eltűnik a törvény, ha Izraelt megutálom, és Izraelt megutálom, ha megmérhetik. Szóval, ha ez nem igaz, akkor az se lehet igaz. Van egy állítás, aminek a feltétele a másik. Érthető? Úgyhogy ez nem lehet. Tehát ott e törvény. Mi az, hogy e törvények? Igen? Hát amit beírt az ember szívébe, amiről előtte beszélt. Hogy, de amit mondott az előbb Árpád, hogy ennek nekik tudniuk kellett, hogy miről van szó, hisz különben nincs értelme nekik beszélni arról, hogy miről is van szó. De, oké. Ez itt egyértelmű mellesleg, hogy ez így lesz. Nézzük meg, van-e bárhol máshol a Tanákban utalás arra, hogy ez bekövetkezik ez a dolog. Mert ugye ez egy nagyszerű hely lenne, hogyha tudnánk egyet is, ahova el tudnánk menni, és azt mondani, hogy nézd, ez ezt alátámasztja. Igen? De most az örök szövetségre gondolsz például? Vagy? Ne, bármilyen verse, ami alátámasztja azt, hogy az ő Tórája az örökké megmarad. Most már 119-es volt, tehát nem tudjuk használni, mert aztán múltkor kilőttük, igen? Malakiás 3-6, de az mondjuk inkább nem a törvényekre vonatkozik, hanem elintem. Igen, az rá vonatkozik, hogy ő nem változik meg? Vagy akár csak arra, hogy lesz egy új szövetség? Esetleg Ézsaiás 66. Megnézhetjük azt is. Lesz, hogy hónapra és sabátról sabátra eljő minden test engem imádni szólja hova. Mm-hmm. Akkor ez egy utalás arra, hogy hónapra az lesz az új hónap, meg a sabát, nem? Mm-hmm. De ez még mindig nem az, hogy lesz egy új szövetség, vagy hogy az ő Tórája örökké való. De kétségtelen, hogy már ez relatíve közel van. Én azt gondoltam, hogy mindenki emlékezni fog erre, de megmutatom. Itt van egy. Ez a legnagyszerűbb példa erre, ez Ezikiel 35:20-tól. Azt mondja, ez elkezdődik 19-től, de 20-tól talán a legjobb. Megfertőzték a nevem, könyörültem a nevemért, különválasztom a nevem, meg tudják a pogányok, hogy én vagyok Jehova. Fölveszek titeket a pogányok közül, ez Ezikiel 36:24-től. Egybegyűjtelek titeket a minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre. Mi ez a föld, amiről beszél? Mi az, hogy a ti földetekre? Amit megígért nekik, hogy nekik adja. Nem, erről beszél majd, hol? Például a 47-es fejezet végén itt, hogy van egy föld, amit megígért nekik, igaz? Szóval tudjuk, ez volt már ez a dolog? Hogy összegyűjtelek a pogányok közül, és mind beviszlek oda, ez megtörtént már? Nem, meg. Meg? Hát nem. Hát mikor? Hát mikor 48-ban? Ja, abban kívül, amikor visszavitt őket Babilonból. Igen, de az nem arról beszél. Nem
Ez egy... De ne, tudjuk, hogy nem arról beszél, mert olvassuk tovább. Mondjad? Ez nem a jövőben, amikor ugye majd mindenkit egybe gyűjt? Hát persze, hogy akkor. Ez még nem történt meg. Tudjuk, hogy nem történt meg, hisz azt mondja, és hintek rátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól, minden bálványaitoktól megtisztítok titeket. Ilyen még nem volt. Nem visszavitte őket ugyan, de még ezt folytatta. Hogy folytatja tovább, Lali? És adok nektek új szívet és új lelket, adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek 20 szívet. Ez, nem? Ez ugyanaz, amiről beszél Jeremiás. Szóval mit csinál? Körülmeteli a szívet. Nem, mit írott, mi van odaiba? Mit egy? Új szívet ad. Egy új szívet, meg egy? Ruachot. Egy új ruachot ad, és elveszi a? Kőszívet. És ad nekik egy? 20 szívet. Jó. Mit csinál utána? És az, aha. És az én lelkemet adom belétek, ruach, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Oké. Ugyanarról beszél, mint Jeremiás, nem? Tehát az új szív, az új ruach, és az, hogy a kőszívet elveszi, és ad egy igazi szívet, az azt jelenti, hogy az én parancsolataimban jár, és az én ítéleteimet megőrzi. Érthető? Ez ugyanaz, amiről beszél Jeremiás. És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nekem népem, és én leszek nektek Elohimetek. És megtartalak titeket minden tisztátalanságotoktól, elhívom a gabonás, stb. Ilyen nem volt még, hogy megtartott őket minden tisztátalanságtól, hisz őket megint csak elüldözte Jeruzsálemből 70-ben, ma olvastuk el. Úgyhogy ez még előttünk van. De a lényeg az, hogy ez az új ruach, meg az új szív, ez azt jelenti, hogy az ember a parancsolatában jár és megőrizzi az ítéleteit. Szóval ez nem lehet más, mint az, amiről eddig beszél, nem? Hisz itt van. Ezt írja pontosan ez. Törvényemet belsejükbe helyezem, szívükbe írom, Elohimükké leszek, stb. Stb. Oké? Okay. Másik? Ezikiel 11:20 azt mondja, hogy és adok nekik egy szívet, és egy új ruachot adok belétek, és eltávolítom a kőszívet, testetek, és adok nekik 20 szívet. Azért, hogy az én végzéseimben járjanak, az én rendeléseimet megőrizzék, cselekedjék azokat, legyenek nekem népe. Ez szintén Elohimük. Tehát az új szív és az új ruach azt jelenti, hogy az ember csinálja azt, amit ő előírt. Ez nem lehet más, mint az ő torája itt, hisz különben nem lenne értelme. Mire? Ez... Miért nem? Hogy miért nincs értelme, hogy ez egy másfajta törvény legyen? Mondom, hogy a Jeremiásban, tudod, hát elmondta az előbb, hogy nem fog soha elmúlni a törvény. Az kétségtelen. Figyelj, hogyha... Igen? Azért, mert a hit a cselekedetek nélkül halott, és a törvényben van meghatározva, hogy milyen cselekedeteket kell megcsinálni. Így van. Persze, ez attól függetlenül még lehet, adhat egy új törvény, de nem beszélek úgy valakihez, hogy közben egy másik feltételrendszert adok meg neki ahhoz, hogy elnyerje azt, amit ígérek, mint amit ő ismer. Hisz ha ez egy másik törvény lenne, akkor azok, akikhez beszélek, azok nem tudnák, hogy én miről beszélek, nem? Hogy miről van szó. Én tudom, hogy ez egy másik tora, de ők nem. Ők arra számítanak, hogy ez ugyanaz. Mi lenne nekik, számukra bármiféle jelzés, hogy ez más lesz, mikor elküldte őket mindenféle számüzetésekbe, Babilonba, meg össze-vissza, amiatt, mert nem csinálták. Ők nem gondolhattak másra, mint hogy ez egyszerűen csak ugyanez lesz. Érthető? És ez már a harmadik hely, ahol azt mondja, hogy az új szív és a ruach az azt jelenti, hogy járni fog abban, amit ő megadott itt, meg már rég. Jó? Úgyhogy mindegy, hogy ő mennyire szeretné, hogy ez egy új törvény legyen, nem fogja tudni alátámasztani, hogy ez egy új törvény. De mi alá tudjuk támasztani, hogy ez nem az, hisz ide le van írva. A végtelen más vers, ahol megírja az ő torája, ugyanaz Zsoltár 119-től elkezdve, akár mentik. Jó? Hogyha már szó volt, igen? Ja, még talán az, hogy ugye Ézsaiás 24:5-ben, mikor mondja, hogy a föld megfertőztetett lakosai alatt, mert átágták a törvényeket, a rendeléseket megszegték meg, törték az örök szövetséget. Így van. Szóval, hogyha változna a feltétel, vagy megváltozna a törvény, akkor ők már mindjárt ártatlanok lennének, akik akkor megtörték, hiszen akkor milyen jogon ítélné meg őket.
Így van. Ez egy paradoxon lenne az egész. Plusz az milyen dolog lenne, hogyha valakit megítélne egy ilyen törvény miatt, ami itt van, egy másik nemzedéket meg egy olyan ami abszolút más, sokkal egyszerűbb, vagy sokkal megengedőbb, mint ami az volt. Ugye ez még egy 34-esben is szó van erről, hogy megítéli a Földet, de lehet, hogy talán, hol is van? Itt van még egy körülmetéli, ahol elanyomott a szívedet, magadnak szívét, hogy szeress Jehovát, térj meg azért, hallgass jól szóval, teljesíts minden parancsolatot, amelyeket én adok, mind a mai napig. Ez csak egy, de még mindig van, hogyha valaki figyelmesen olvassa ezt, akkor látja, hogy azt mondja, hogy ha majd elkövetkeznek rád mindezek, mi az áldás és az átok? Mi az, hogy mindezek, az áldás és az, miről beszél? Milyen? Ha? Hát a Mózesben talán akkor felsorolja azt, hogy mik a csapások az emberekre, hogyha eltérnek a Tórától. Uh-huh. És mik az áldások, és mik a csapás. Pontosan két fejezete hamarabb felsorolja ebbe a 68 versbe, hogy mik az áldások, mik az átok. Utána azt mondja, hogy ha bekövetkeznek rád mindezek, majd, nem a jövőben, az azt jelenti, hogy ha bekövetkeznek, majd később az áldás és az átok. És szívedre veszed azt, a nemzetek között, és megtérsz Jahuához, hallgatsz az ő szavára, mind a... Figyelj, mit mond! Azt mondja, hogy hallgatsz az ő szavára, mind a szerint, amint én parancsolom neked a mai napon. Nem? Szóval, ha azt mondja, hogy ez lesz a jövőben, hogy nem ez kétségtelen, hogy ez itt még neki a jövő, amiről beszél. Hogy majd ez bekövetkezik. Ha hallgatsz, ahogy ma parancsolni. Nem azt mondja, hogy ahogy majd 2500 év múlva fogja parancsolni valaki, hanem majd a jövőben megtérsz úgy, ahogy ma parancsolom. Teljes a te fiad, teljes szívedből, teljes lelkedből. Akkor visszahozza Jahova a te Elohimedet a fogjaidat. És könyörül rajtad, és a többi, és a többi. És ha akárhova is el vagy taszítva, akkor visszahoz. És az lesz, hogy teljesítem parancsolatot. Úgy, ahogy ő azt meghatározta. De ennek vége hossza nincs. 11-es fejezetben is... is beszél erről... Nem... De az is lehet, hogy a 11 a 10-es. Ezekről végtelen az eset más szó. Ezekről a versekről. Mert értől szívesetek. Igen? A 3-as 26-ban is van ez a átkok meg ígéretek, de amit nem értek igazából, hogy már azt az előbb elmondtad, hogy a könyvben addig, amíg, sőt még tovább sem, de amiről ő beszél Jeremiásban, ott nincs is szó másik szett törvényről. Tehát igazából nagyjából sehol nincs szó, de addig nem, tehát nem tudom, hogy milyen másik törvényre gondol. Mindjárt rá fogunk menni arra is, mert megmutatom, hogy mi az, amire ő gondol. De itt van még egy, ez 5 Mózes 4-20-as fejezet. Ugye megint eltérnek tőlük, Egyiptomból kihozta őket, stb. Figyelmezteti őket, hogy ne térjetek el a szövetségre, amelyet kötött, mert ő emésztő tűz, féltőszerető Elohim. Elmondja, hogy ha az lesz, akkor szétszór benneteket a népek közé. És aztán 29-esben azt mondja, de ha onnan keresed Jahuát, a te Elohimedet, akkor is megtalálod, ha teljes szívedből, teljes lelkedből keresed őt. Mikor nyomorúságban leszel, és utolérnek mindezek ezek a dolgok, az utolsó időben, 3-as 26, az utolsó időben, nem? Nem most, még ha az eddigiekre mondhatjuk is azt, hogy ez már bekövetkezett Babilonban, vagy akárhol, erre nem mondhatjuk azt, hogy bekövetkezett, hisz az utolsó idő, ez még nem volt, és megtérsz Jahuához. És sem ellen feledkezik az atyáid szövetségéről. És mit tanácsol nekik? Azt, hogy tudakozzál csak a régi időkről, amelyek te előtted voltak. Hogy volt-e valaki ezzel, hogy olyan közel, stb. Hogy ki hozta őket annak. Szóval még a végén is azt mondja nekik, hogy mit kell csinálniuk. Tartsd meg azért az ő rendeléseit és parancsolatait, amelyeket én parancsolok ma neked, hogy jól legyen dolgod azon a közben, ahol mész. Mindig ugyanazt mondja el. Ezek után mindegy, hogy mi az, ami le van írva az új szövetségben, az nem jelentheti azt, hogy ez megváltozott.
akármi is az, bármennyire is furcsán hangzik, az, ami ott le van írva, az egyszerűen csak ezek alapján, ahhoz, hogy az legyen, amit János mond, hogy a Tóra fel nem bontható, hogy az igaz legyen, ahhoz, az nem lehet egy másik törvény. Egyszerűen csak lehetetlen. És ebben a fejezetben is mindvégig azt mondja, hogy meg ne feledkezzetek a szövetségről, amelyet kötöttetek vele. Hogy ne imádj senki, őrizd meg, az ne fels. Kijelentette a szövetséget, igen, azt mondja, kijelenti nektek az ő szövetségét, melyre nézve utasított titeket 10 ige teljesítésére felé a könyvtudatában. És ezek után mondja ezt, úgyhogy mindegy, hogy mi az, amit ők gondolnak erről, hogy az mit jelent. Egyszerűen csak nem jelentheti azt. Úgyhogy kell nekünk találni egy másik értelmezését annak. Sőt, utána azt mondja, hogy ez nem, ez a parancsolat, ez nem megfoghatatlan, nincs távol, nem kell felmenni az égbe, nem kell lemenni a tengerbe. Ez felette közel van hozzád, a te szádban van, és a szívedben, hogy teljesítsd azt. Hogy már akkor is ott van. Mindig is ott van. Csak csinálni kellett volna valakinek. Ez volt a lényeg. Találjon valakit, aki akarja azt csinálni. Csak nem nagyon talált. Mert fontosabb volt az, hogy csináljuk azt, amit a világ. Előtt adtam meg az életet, és a jót, és a halált, és a gonoszt. Végtelenségig lehetne olvasni. De 2-3 elég kell, hogy legyen. Szóval ez, hogy egy új szövetségre beszél, az egy másik kérdés, hogy vajon arról beszél-e. Persze, értelmezhetjük úgy is, hogy új szövetségről beszél, de chdash azt jelenti, hogy újszerű, vagy friss. Ez a... Igen, chdash megújít, felújít, helyreállít, megjavít, kijavítóból ered, a megújulóból. Tehát a szó, amelyből az a kifejezés, hogy ez a berit, chadasha, mint a chadesh, új hónap, az chadesh, új, megújul a hónap, kezdődik egy új, megújul. Ez a chadash, ez azt jelenti, hogy megújul valami. Úgyhogy nem egészen úgy van minden, ahogy az tűnik itt számukra. Ez az új, ez persze lehet új, de a kifejezés, amit használ, az megújul. Tehát itt egy új szövetségről beszél, persze. A szövetség a törvényel egyenlő. Ha azt, ő azt állítja, hogy a törvényel egyenlő a szövetség, ami tökéletes nekünk. Hiszen mi demonstráltuk, hogy az nem csak hogy egyenlő a törvénye, hanem az nem lehet másik. Úgyhogy gyakorlatilag mi hátradőlhetünk, hisz a labda az átkerült arra a térfélre, neki demonstrálnia kell azt, hogy ez megváltozhat. Amit nem lesz egyszerű. Az alapján, amit ismerünk ezekről az írásokról. Hogy ez valaha is megváltozhat. Tehát az új törvény, a új szövetség egy új törvény feltételez. Ez a feltételez, ez csak az, nem? Hm? Hát egy megújult szövetség, egy megújult törvény feltételez, úgy igen. Már végül is abban igaza van. Csak igen, persze. Az egyetlen változás az, hogy az írottba bele lett helyezve az ember szívébe. Oké, mondd. Az jutott eszembe, hogyha az ő logikája szerint minden egyes szövetség új törvény, akkor bajba vagyunk, mert Ádámmal is kötött szövetséget, utána Noéval is kötött szövetséget, utána tudjuk tovább Ábrahám, Icák, és így tovább. Akkor mindegyik egy új törvényt kapott, hát sőt, és... akkor már Mózes is egy újat kapott. Hát hogyne, hát ő ezt el is mondta, az előbb erről volt szó. Mondjuk te nem voltál ott, hogy Noé más dolgokat evett, meg ilyenekről volt szó. Hogy megváltozott, mert ő neki ezt adta eledelül, neki azt, de ezt már mi a múltkor kikiszálltuk azt a részt. Az alatt a másfél óra alatt. De most váltunk erre. De így van. Ne, egyszerűen csak minden logikát szerintem nélkülöz, ha azt mondjuk, hogy ez változgat közben. Még a világban is ritka az, hogy valaki szerződést köt. Más feltételekkel. Jó, persze, hát a világban azért van egy-más, ami megtörténik, de
Értető, amit mondok. Mindenki, aki vesz egy Vodafone előfizetést, az aláírja ugyanazt a szerződést. Hogyha többet költ, vagy nagyobb cég, vagy akármilyen, kap kedvezményeket, de nagyjából a feltételrendszer ugyanaz. Olyan nincs, hogy az egyiknek van egy ilyen paksaméta, a másiknek meg csak egy lap, hogy majd biztos be fogod fizetni. És akkor ennyi elhisszük, hogy ez így lesz. Olyan nincs. Nem véletlenül nincs. Ők ezt innen szedték, ezt a dolgot. Tehát az új törvény, egy új szövetség, egy új törvény feltételez. Ez igaz, vagy nem? Hát ezt kell bebizonyítani, hogy igaz, vagy nem. Nem, ő nem demonstrálta ezt, hogy ez így van. De mi be tudjuk mutatni, hogy ez nem így van. Legalábbis, hogy nem úgy változik meg, ahogy ezt ő gondolja, nem? Hisz, amiről ő beszél, az az, hogy bizonyos elemei a Tórának azok hiányoznak. Még ez így is van, nem? Úgyhogy én egyetértek azzal, hogy megváltozott a Tóra. Nem? Hisz nekünk nem kell állatokat áldozni, meg mit tudom én, vágni szét ezeket, meg égetni, meg mit tudom én mit csinálni. Tehát hogy tudjuk, igen? Jakab 1.17 talán az említi, hogy... Jakab 1.17 az talán arra jobb, hogy ő nem változik meg. Nincs a változás. Ami végül is... Persze, hogy még nincs változás, csak árnyéka, mint ahogy nincs is. De amire ő gondol, az... De ő erről beszél, mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is. Tessék. Igen? Hát, mert az volt eddig a törvény, hogy nem lehetett ugye áldozatot bemutatni csak a papságnak, és ők mutatták be az engesztelését, meg mindenért az áldozatot, de mivel az kiváltotta a jogsalmasság halála, ezért az a rész egy-egybe áttevődött őrá, mint főpap. Tehát az emberi főpapság eltűnt, és Masiák lett a főpap, és csak ennyibe változott meg igazából. És már nem kell vinnünk az állatokat sehova, hanem ő maga az, aki az olyan bűnökért, amik nem szándékosak, vállalta az áldozatot. De ezzel végül is nem tűnt el, csak áttevődött egy magasabb szintre az áldozás. Pontosan, és ráadásul nem is örökre. Csak addig, amíg, igen? Ja, ezt akartam mondani, hogy ezért kell leírja, hogy ez majd visszajönjük az új templom felé. Pontosan. Hiszen az 1000 éves királyságban minden úgy fog működni, ahogyan azt ő elképzelte. Beleértve a papságot és az áldozati rendszert is. Erre most nincs idő, hogy ezt mindet megnézzük, de ez így jel. A vége van. 46, amikor beszél az áldozati rendszerről, ez mindenki áll. Még itt is sabátokról beszél, meg új holdakról, meg ilyen dolgokról, amik mint a mai ne. A lényeg az, hogy ki az, aki bekerül a királyságba? Most nem arra vagyok kérdés, hogy én, hanem hogy kik azok, akik bekerülnek a királyságba? Mi annak a feltége? Akik próbálnak a Tóra szerint élni, és azért minden képesek. Oké, mit fognak csinálni azok az emberek a királyságban? Dolgoznak. Oké. Igen? Lesz ugyanúgy papság, meg lesz az a nép, ugyanúgy, mint most. Hát valakinek fenn kell tartani a rendet, nem? Igen. Kell, hogy legyen egy rendszer, amit ő fenntart. Jahusha HaMashiach, Dávid, Izrael, meg az összes többi. Valakinek el kell mondani az embereknek, hogy mi az, amit csinálni kell. És ott is lesz születés, meg népek, meg sok minden más. Ugyanúgy, mint ahogy most van. Szükség lesz valakikre, akik ott azt felügyelik, meg elmondják, hogy most ezt kell csinálni. Hogy nézd, elütötte a szekérrel a csirkémet, most akkor mit csináljon? Mit csinál, hogyha elüti a csirkét például? Oké, szóval valakinek ezt le kell rendezni. Nem az, hogy feljelentjük, hogy mit tudom, hogy megyük az állatvédelmi hatóság. Ilyenek nem lesznek már akkor, hogy ANTS, meg állatvédők, meg Greenpeace. Hanem csak egyszerűen javul lesz, meg azok az emberek, hogy ismerik az ő Tórát. És majd azok megmondják, hogy nézd, elütötted, no problémo, alszak egy másikat, azt hisz lát. Mert ez az, amit meghatározott. Ez a feladat azoknak, akik bekerülnek a királyságba. Ha ez megváltozott most,
Sőt, akkor milyen ruhába fognak járni ott az emberek? Biztos nem úgy lesz, mint most, hogy farmerben mindenki, meg jóga nadrágban, meg mit tudom, mivel. Hanem biztos lesz egy viselet, nem amit mindenkinek... Szóval ahhoz hozzátartozik, hogy a fejfedő, a rojt, a bojt, mit tudom én mi. Az a lény azért van leírva, hogy az ő úgy akarja, hogy úgy legyen. Értse meg mindenki. Lesz egy 1000 év, amikor minden úgy zajlik majd, ahogy ő azt elvárja itt ebben az ő szavában. Szóval mindenki úgy kell, hogy öltözön majd, ahogy ő azt mondta. Hm? Érdekességképpen, ha valaki ismeri a hatalóit, az őrtornyok, az ébredjetek, azok végig úgy mutatják be a paradicsomot, hogy ha már az öltözködésről van szó, hogy ott mindenki inkben van, öltöny nadrágban, természetesen fedetlen fejjel. Mindenki. A kentaurok is. Az. Olyan nem lesz. Ez az öltöny, ez el fog tűnni. Meg a nyakkendő, meg ezek a fedetlen fej verzió. Meg az autók, az elektromos bicikli, meg ezek. De lesz helyett egy csomó más dolog, viszont valakinek ezt képviselni kell, hogy ez lesz. Úgyhogy ez visszatér, ez nem változott. Miért nincs már ez akkor? Ezt nem tudjuk megcsinálni, nem? Hisz eltűnt, lerombolták a különválasztott helyet, nincs papság, úgyhogy ezt egyszerűen csak nem kellett találni egy alternatívát. Ha nem akarta ott, akkor eltörölni az egész emberiséget, azt mondja, hogy jó, akkor csináljuk azokkal, akik eddig éltek. De meghatározott egy napot, nem? Elmagyarázza... Na, hol magyarázzál? Az abcsel elején, amikor kérdezi Péter, hogy az első fejezetben mikor lesz az, amikor helyreállítod a királyság. És akkor mondja, hogy nem a ti dolgotok ezt tudni. Uh-huh. Mert van egy meghatározott idő. Nem emlékszem, hogy... Amikor mielőtt felemeltetik. 17.31. Micsoda? 17.31 apostolok cselekedetei. Azt is megnézzük, amit mondasz, de én erre gondoltam. Ja. Azt, hogy mivel rendelt egy napot, mely megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfi által, akit arra rendelt. Szóval azt mondta, hogy rendelt egy napot. Úgyhogy nem lehetséges az, hogy mikor rendelte ezt a napot. Hát az legelején valószínűleg. Hát nem valószínűleg, hanem nem úgy. Mikor ezt az egészet létrehozta, akkor ő már minden szépen lerendezett mindenkinek az életébe előre, minden napot, minden órát, minden. És itt olyannyira, hogy láthattuk azt, hogy Izsák milyen napon született, meg az egész, hogy ki volt számolva, hogy Izsák is megszületett Sabót napján, meg ezek a dolgok. Rendben? Szóval ezt a napot ő már elrendelte akkor. Azt nem mondhatta, hogy fú, ezek itt mindenféle káoszt okoztak, és lerombolták a templomot, nem tudnak áldozni, meg nincs papság, akkor inkább hagyjuk abba, és akkor csak ezeket az embereket megítélem. Hisz már elrendelte, hogy az idő az még 2000 évvel később fog véget érni. Úgyhogy végig kellett, hogy menjen. Szóval szükség volt egy alternatívára, és ez az alternatíva az. Úgyhogy megváltozott a törvény, ha olyan értelemben veszik, hogy gyakorlatban nem tudjuk végrehajtani. De az nem azt jelenti, hogy elmúlt az, amiről beszélt a 9-es fejezetben, mikor azt mondta, hogy minden, ahhez szükség van, a minden vérrel tisztítatik meg a Tóra szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Ettől függetlenül még mindazok a bűnök, amiket ők is, akik azt gondolják, hogy már megváltozott a Tóra, vagy mi elkövetünk, azért szükség van egy áldozatra. Ilyenképpen nem változott meg. Jó? Szóval, amikor azt kérdezi, hogy mit gondol erről, akkor egyszerűen csak mi ezt gondoljuk erről, nem? Ezért írtam azt, hogy nem az áldozati törvényekről, hanem a törvény... Ja, bocsánat. Ezt ő írta. Ja, igen, ő ezt választotta erre. Hogy nem az áldozati törvényekről, hanem a törvény szövetségről olvassuk, hogy elévült. Ez az ő válasz. Valójában szerintem ennek nincs is értelme, amit mond. Most nem rosszból, nem úgy értem, hogy ostoba vagy akármi, hanem egyszerűen csak nincs értelme. Ennek csak akkor van értelme, hogyha valaki ezt a Jehova tanúi szemüvegén keresztül néz. Ezek a törvényszövetség, meg ezek a kifejezések, ezeket ők találták ki, ezeket a fiktív dolgokat. Ilyenekről nincsen szó az írásokban. Itt csak egyszerűen van a Tora, meg van a berép, a szövetség és kész. Ilyen, hogy mi a különbség a törvény, meg a törvényszövetség között, mond? Vagy nem jelentkeztek? Ki az, aki volt? Gergő? Hát a zsidókhoz 10 gyakorlatilag pontosan az ellentetjét mondja ennek, amit ő itt leírt. Hát ő ennek ellenére ezt megismételte itt, a zsidókhoz 10-11-11. Hát ez pont az ellenkezőjét mondja, amit hát ő oda leírt. De ő nekik ez nem így van. Mond?
Ja, én is csak ezt akartam kérdezni, hogy mi a különbség a törvényszövetség meg a törvény között, hogy mit értenek az alatt, meg olyan furcsa. Szerintem az a lényege egy ilyen felekezetnek, mint a Jehova tanúi, meg az összes többi, hogy ők alkalmazzák ezt a terminológiát, amit a teológiában kitaláltak. Mint törvényszövetség, meg üdv. Mi az? Üdvbizonyosság! Mi elmondod az imát, és már tudja, hogy neked üdv bizonyosságod van, meg mit? Üdv történeti korszakon. Üdv történeti korszakon. Itt az átoltottság, meg ilyet. Mindegy, a keresztények biztos tudtak végtelen ilyen kifejezést. Eleve elrendelés, meg ezek a fikciók, amik sehol nincs szó ilyenkül. Elragadtatás, mit tudom én. Ezek a dolgok. Szóval, ezt nem magyarázta meg, hogy mi a különbség a törvényszövetségről, meg a törvényekről. Hogy elévőd. Ez lesz a szövetség, de nézzük meg, mert segített nekünk. Ez lesz a szövetség. Ez egy ilyen ismétlés, ez évedeket 8, ha jól emlékszem. Ez évedeket 8-10-13-ig. Megismétli Jeremiás 30-34-ig. Most hiszem, olvasom el még egyszer. De megmutatom így, csak mert ez is azt... mutatja, amit ezt is megbeszéltük már, de hey, felelevenjük egy kicsit. Nézzük meg betűről, mert úgy amúgy egyszerű lesz. Azt mondja, hogy mikor újról beszél, óvá tette az első, nem? Ez világos, ez csak nem lehet másképp értelmezni, mint úgy, hogy van egy szövetség, meg van egy megújult szövetség. Nem? Az első szövetségben a kőtáblára volt vésve, meg barang voltak a sivatagban, meg a fizikális, az Izraelt adta most, a mennyék királyságon van szó, szívünkben így, stb. Szóval kétségtelen, hogy van egy új szövetség. A lényeg az, amit ő azt mondja, hogy nem az áldozati törvényről, a törvény szövetségről olvassuk, hogy elévült. Igen, elévült, de azt mondja, hogy ami pedig megavul, ez ami régi lesz. És Geraszkó megöregszik, vagy megavul, az közel van az enyészethez. Nem azt írja, hogy az közel van az enyészethez? Jól látom. Szóval az, hogy közel ez a kifejezés, ez egy gőz térben közel, mellette, nem sokára, hamar, az azt jelenti, hogy ez mit jelent ez? Még nem. Hát nem. Az, hogy eltűnik, megsemmisül, pusztul, az azt jelenti, hogy ez majd lesz. Most honnan tudjuk, hogy ez még nem következett be? Mert végülis be is következhetett ettől a verstől mostanáig valamikor, nem? Még nem. Hát mert meggondolom nem kegyelmezett majd, nem? Vagy így. Igen? Hát még nem volt az ég és a föld, nem? Hát meg nem történt semmi. Igen. Nem úgy értem, hogy ettől a verstől mostanáig nem történt semmi. Jehusa HaMasiach már itt volt, meghalt, feltámadt. Elment a mennybe, meg volt apostolok cselekedetei, meg minden. Ez azután íródott. Azóta nem történt semmi ez ügyben, hogy bármi is jelenteni azt, hogy uff, na most ez akkor olyan dolog volt, hogy ez volt az, amire vártunk, hogy most aztán vége van, nem? Ha csak nem Ellen G. White, mikor megírta az ő proféciáit, azt belevesz. Esetleg. Hogy ez volt, amikor megalt. Szóval, ha nem, akkor az azt jelenti, hogy ez megy egészen a végéig. Tudjuk, hogy megy a végéig, hisz elmondta, hogy majd beleírja. Oké? Okay? Úgyhogy még az is, amit ő így felhoz, hogy így vagy úgy vagy amúgy, oda is az van írva. Az közel van a megszűnéshez. De még nem szűnt meg. Ugyanis az, hogy közel van, az azt jelenti, hogy még van, de nem szűnt meg. Én így közelíteném meg ezeket a filozófiákat meg így szoktam, mikor szembesülök vele, hogy nézzük meg betűről betűre, meg szóró-szóró mit állít, és akkor azt próbáljuk meg megcáfolni. Ezért tart olyan sokáig egy ilyen videó. Mert mi demonstrálunk kell azt, hogy minden egyes dolog, amit ő gondol, arra van egy magyarázat az írások alapján, hogy az nem úgy van, ahogy ő gondolja, és nem azért nem úgy van, mert mi jobban tudjuk, hanem azért van, mert nem úgy van, az kész. Az mindegy, hogy miért, csak egyszerűen nem úgy van. És hát amúgy meg azt most hiába is beszélnénk, hogy az áldozati törvényekről van szó, ez csak túl egyszerű. Ezt bebizonyítani, mert a 10-es fejezet az csak erről beszél végig. Ezt nem lehet, és hát lehet, de nagyon nehéz szerintem félreérteni.
itt csak annyiszor elhangzik azt, hogy áldozat, meg áldozó, meg áldozás, meg ilyenek, hogy azt figyelmen kívül hagyni, az szerintem az csak túlságosan azt jelenti, hogy van egy beidegződés, amely dogma az ember fejében, amit nem hajlandó elengedni. Itt egy betűszót nem ejt arról, hogy nem kell rojtot, bojtot viselni ilyen. Itt ő mindvégig az áldozatról beszél. Úgyhogy ezzel nem fogunk végigmenni most újra. De a 10-es fejezet az kivégzi azt, hogy ez bármi másról. Sőt, a végén aztán még ráteszi azt is, hogy aki megveti Mosé Tóráját, 2 vagy 3 tanúbizonyságra irgalom nélkül meghal, és képzeljétek el, hogy mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki szándékosan védteszik, mert ugye erről beszél a 26-osban. Érsz a több? Azt mondja, hogy ha szándékosan vétkezünk, miután megtudjuk az igazságot, akkor végünk van. Azért, mert régen, aki megvetette Mósé Tóráját, 4 Mózes 15-29, mikor elmondja, hogy aki felemelt kézzel vétkezik, szóval ha régen úgy volt, az irgalom nélkül meghal, akkor képzeld el, hogy mennyivel súlyosabb lesz most, ha te mit csinálsz? Szándékosan vétkezel. Mi az, hogy vétkezik? Honnan tudod, hogy vétkezel vagy nem? Igen? A béna törvény megszegése. Így van. Ezt mindenki tudja, hogy ez. Egy János 3-4. Búm, tessék. Ne vannak pró, agymosodtak. Mindenki ilyen full agymosodva van. Igen, egy János 3-4, ezt meg sem mutatom, ez csak túl sok tanúbizonyság volt. Szóval ezt egyszerűen tudjuk, hogy ez így van. Jó? Itt ezen a ponton szerintem ezt kivégeztük. Hogyha van erre valamilyen viszontválasz, akkor azt megvárjuk, nem? Elküldöd a videót? És akkor, nem, hát feltöltöm, aztán majd, ha valakinek van erre valamilyen alternatívája, akkor az jelentkezik. Addig meg mi csak megyünk tovább, mint ami sem történt volna. Okay. Jó van, úgyhogy halleluja. Ez a nagyszerű az ő szavában, hogy minden le van írva, és hogyha mi ragaszkodunk hozzá, meg ő nagyjából ismerik, akkor ő elvezet majd onnan ide, meg innen oda, és akkor megmutatja, hogy mit kell csinálni. Szóval az ő a dicsőség, hogy ezt megmutatja. Igen? Erre még azt lehetne mondani, hogy az biztosan az új törvénynek a megszegésére gondolt, János. Tehát végül is ez se olyan egyértelmű. Nézd, ez nem gond, ez csak meg kell tudni bizonyítani, hogy ez úgy van. De mindaddig, amíg ez nem lehet bebizonyítani, addig sajnos ez van. Azt hiszem, hogy ez kivesésszik, halleluja. Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken. És egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Jahuának, halleluja és shalom!